A nyár eddigi legmelegebb napján, hétfőn kora délután ilyen képet mutatott Balatonkeresen legnagyobb strandja. A vendégek száma jelentősen elmaradt a hétvégitől, de így is sokan fürödtek. A májusi és júniusi gyengélkedés után, amikor itt alig 4 millió forint volt a bevétel, júliusban már 12 milliót hozott a vakbottyán. Tavaly kimagaslóan jó volt a kenesei szezon, de ha maradnak a meleg hétvégék, az idei még jobb is lehet. Július végén mintegy 10%-kal jobb bevételeket produkáltunk, mint a tavalyi kiugró évben. Tehát úgy néz ki, hogy tavaly ilyenkor 38,5 milliónál tartottunk, most mai nap július 27-én már ezt fölött vagyunk 1,5 millióval, és még azt a 3 napot hozzáteszük, tehát egy olyan 10%-kal nőtt a tavalyihoz a bevétel. A május-június, ugye kinyitottunk május közepén, hát az nem biztos, hogy túl sikeres volt, mert május-júniusban összesen 8 millió forint volt a 4 strandon a bevétel, tehát gyakorlatilag nem biztos, hogy megtermelte magát a fenntartást sem május-júniusban, viszont a július, ez a jó meleg, ez rekordokat dönt őket. Az idény előtt jelentős beruházást nem hajtott végre az önkormányzat a strandokon, de a forgalom és a kánikulai meleg miatt jövőre várhatóan szükséges lesz nagyobb összeget költeni, legalább a vakbottyán zöld felületeire. Ahogy látszik, ezt a meleget és ezt a forgalmat, ezek a füvesítések nem bírják el, tehát mindenféleképpen célszerű volna ősszel valami öntöző berendezés telepítése a strandokra, legfőképpen itt a vakbottyára gondolok, mert itt ez a feltöltés gyakorlatilag kezelhetetlen. Hiába locsoljuk naponta, nem marad meg a fű. Az önkormányzat kezelésében 4 fizetős strand működik. A július mindegyiken jó eredményeket hozott. A Bercsényin majd 9, a Bezerédin közel 5, a Lidon pedig 3,3 millió forint volt a bevétel július 28-áig.